Idegeneknek belépni tilos és életveszélyes. 2016-ban még ez a rozsdás kerítés durótra aggatott kopott tábla, és egy kamera védte a 60 pusztai majorságot. A kerítésen át omladozó falu épületek látszottak, és így nézett ki korábban a levegőből József Nádor egykori majorsága, rajta régen magtárnak és istállónak használt épületekkel. A terület már akkor is Orbán Viktor édesapjáé volt. 2019-ben aztán nagyszabású építkezésbe kezdtek a 13 hektáros birtokon. Ezt Hatházi Ákos éveken át dokumentálta, és próbálta megtudni, mi épül. Annyit tudok mondani, hogy egy majorság épül. Mint ez mindig az is volt. A központi épületek között még hatalmas földkupac áll, de az építkezés már a végéhez közeledik. Ez látszik a Partizán friss légi felvételein. Készen van a két nagy elalakú épület, amire korábban Jóakolként hivatkozott Hatházi Ákosnak az építésügyi hatóság. Az épületek alatt kialakított mégarás dupla bejárata előtt már a kertészeti munkákat is elkezdték. Befejezték a melléképületeket is, köztük azt a hatalmas könyvtárat, amiről a HVG korábban belső felvételeket is közölt. Ilyet maffia főnökök, maffia vezérek építenek, vagy éppen Oroszországban Putyin. A Jobbik szerint a felvételeken látható birtok több milliárd forintba kerülhetett, és azt is tudni vélik, miből épült. Úgy tűnik, hogy Magyarországon Putyin kistestvére, Orbán Viktor is képes felépíteni milliárdokból egy 60 pusztai majorságot. Így módon látjuk, hogy kinek a béréből és a fizetéséből él a magyar miniszterelnök, a magyar adófizetők béréből és fizetéséből. Ebből építette fel ezt a hatalmas luxus birtokot. A birtok nem a miniszterelnöké, hanem az édesapjáé, akinek az elmúlt években több milliárd forint jövedelme volt a környéken lévő bányáiból, amikből alvállalkozóként állami építkezésekhez is szállít alapanyagot. Orbán Viktor mindig azzal utasítja vissza az építkezésre vonatkozó kérdéseket, hogy neki ahhoz nincs köze. Ami pedig azt a kérdést illeti, ami 60 pusztára vonatkozik, ott azt tudom önnek mondani, hogy nálunk az a szokás, hogy a gyerekek nem beszélnek bele a szülők dolgaiba. Orbán Viktor édesapja nem válaszol a birtokkal kapcsolatos újságírói megkeresésekre, így a Híradó mai kérdéseire sem.